Be van. 012. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Kalligram bemutatón. Akik eljöttek ide ma az írópoltjába, azok mind tudják, hogy mi is ez a jeles alkalom, egy első könyves ünnepünk. Aradi Pétert és ezt a csodálatosan sárga regényt itt ebben a sárga őszben, a Csend, amire vágtál. Hát az elkövetkező 45-50 percben sok mindent tudok ígérni, de Csendet nem. Ugyanis beszélgető társam Pion Istvánnal, író, költő, újságíróval, az író, újságíró Aradi Péterrel, a szerzővel fogok beszélgetni, melyik előrébb majd te eldöntöd. Én pedig Torma Mária vagyok, a kötet szerkesztője. És szerintem csapjunk is bele a regénybe. Azt beszéltük meg, hogy Réti Barna Vás jóvoltából az első szakaszát hallgatjuk meg a könyvnek, hiszen annyira friss a regény, hogy pénteken jelent meg, úgyhogy azok, akiknek Péter előtte nem küldte volna át a PDF-et, azok most gyorsan felzárkózhatnak az első pár percben. Vágjuk is bele? Vágjuk bele. Üdvözlök mindenkit! Mert otthon ülni jobb lett volna? Kérdezte az egyik haverom, amikor megjegyeztem, hogy halálfeleslegesen jöttünk ki a tüntetésre. Hogy miért tartottak tüntetést? Őszintén mondom, fénygom nem volt már. Én csak annyit láttam, hogy mindenki nagyon szeretett volna valamit, de ötlete sincs, hogy mit, és ha mégis kapizsgálta, hát elképzelése sem volt, hogyan kezdjen hozzá. Mintha mindenki másoktól várta volna, hogy neki kezdjen a megvalósításnak. Nem először voltunk tüntetésen, a vége mindig ugyanaz volt. Mindenki tök csalódottan lézengett a Kossuth téren, amíg végképp meg nem unta a dolgot. Nem tudom, haver, nem tudom, motyogtam. Ha véletlenül is, de ott voltam, amikor 2006-ban könnygázzal oszlatták a tömeget. Na, akkor érezni lehetett a dühöt. Nyilvánvaló volt, hogy az az este előbb-utóbb bekerül a tankönyvekbe, és persze megismertem azt is, milyen, amikor a könnygáz marja az ember szemét. Ott voltam akkor is, amikor a netadó ellen tüntettek az emberek. Tízezrek vonultak az utcákon. Világos volt, miért vagyunk ott, mi ellen vagyunk ott, és hogy az egész nagyon nem frankó. Mármint a kormány terve. A tervek most se voltak frankók, legalábbis amik hozzám eljutottak. Senki nem tudta megmondani legjobban, mi is kúrja föl az agyát, az azért elég béna volt. Hát minden, mondta haverom. Nem csak nálunk tüntettek egyébként, hanem a világon szinte mindenhol. Tényleg úgy tűnt, mintha mindenki meg lenne bolondulva. Néztem a netet, tüntetések voltak Jordániában a kormány megszorító intézkedései ellen, tüntetések voltak Grúziában, hogy a kormány hagyja békén a bíróságokat, tüntetések voltak Németországban egy mocskos szélsőjobbos párt ellen, tüntetések voltak Franciaországban, Örményországban, Szerbiában, Indiában és még legalább egy tucat helyen. Ezeket a magam részéről le is szartam amúgy. Engem az zavart, hogy a kormány mindenbe beleugatott. Ők döntötték el, hol vehetünk cigit, hogy melyik kerületben meddig lehet bulizni. Bosszantott, hogy abban a kórházban, ahol apám meghalt, nem tudják lefesteni a falakat, mert nem kapnak pénzt, sőt, még WC-papírt se tudnak venni. Az öregnek nem volt szerencséje, bár piszok jó orvos műtötte. A felépüléséhez nélkülözhetetlen gyógyszereket már nem tudták beszerezni. Nővérek alig voltak az osztályon, és az orvosnak se volt ereje, hogy állandóan vele foglalkozzon. Egyik este úgy feküdtem le, hogy tudtam, reggel sietnem kell, mert utoljára látom életben. A villamos viszont lerohadt. Rohantam, de 10 perccel így is lekéstem a halálát. Hogy mi várt volna otthon? Az új domot nemrég harmadszor is kijátszottam. A multiplayer rész meg rohadtul nem nyűgözött le. Végeztem a God of War-ral is, és hiába tudtam már akkor, hogy megválasztják az évi játékának, abban is biztos voltam, hogy soha többet nem fogom elővenni. Azt hiszem, egész nap csak feküdtem volna a kanapén, és a tévét kapcsolgattam volna. Ha elcsíptem volna a Columbo ismétlését, azzal már meg is oldódott volna a délutánom, kb. 4-ig. Utána mondjuk egy kicsit szarul éreztem volna magam, de hát mégis mit csinálhattam volna, ha egyszer semmiben nem láttam fantáziát? Azt hiszem, később beizítottam volna a pornó oldalakat, kerestem volna egy király anyalánya jelenetet, és elcsilleltem volna egészen estig. Este aztán átjött volna az egyik haverom, mondjuk a Robi,
sütöttünk volna space cake-et, aztán nevettünk volna, aztán megnéztük volna az 51. randit, azon bezuhantunk volna, és belátjuk, hogy az életnek kell, hogy legyen egy mélyebb értelme. Aztán csak hallgattunk volna egészen addig, amíg a Robi meg nem kér, hogy fordítsa már át a fejét kicsit a másik oldala, mert teljesen lezsibbadt és képtelen megmozdulni. És persze készségesen segítettem volna. Enyhe fejfájással ébredtem másnap. Arra emlékeztem, hogy egy kicsit még tipróttunk a Kossuth téren, aztán beugrottunk az egyik közeli kocsmába. Ki volt száradva a szám, forgott még egy kicsit a szoba. Az ágy mellett tapogatóztam, hogy megnézzem, a mobilom azért megvan-e. Mindig oda szoktam tenni, tudnám minek. Azt az örömöt, amikor egy átpiált este után hozzáértem, soha nem fogom tudni elmagyarázni. Mondjuk azt, hogy eléggé megkönnyebbültem. Több mint egy tucat mobilt elhagytam, és gyűlöltem az állandó utánajárást. Élsz, haver? Írta Robi. Élek, öreg, miért ne élnék? Írtam vissza. Hát nem tudom. Arra emlékszel például, hogy a tokai borozóból visszamentünk a térre, és te elkezdted lerugdosni a facsemeték tartógerendáit? Hát erre pont nem. Akkor gondolom, az sincs meg, hogy amikor odajöttek a készenlétisek, először le akartak fogni, te meg valamit halandzsáztál nekik, hogy megérted őket, szar úgy dolgozni, hogy soha nem látják a túlóra pénzt, aztán a vége az lett, hogy együtt ugráltatok. Figyelj, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez megvan. Utána aztán teljesen kezelhetetlennél váltál, berohantál egy vadidegen udvarba, de kijönni már nem tudtál, és 5 percig rángattad a rácsot, mire kivezettelek ott, ahol bementél. Nem. Semmi nem volt meg ebből. Na, mégsem volt teljesen hiába való az este. Menjünk tovább. Hiszek Magyarországban, mondta a Gabi röhögve. Vagyon szereztem ebben az országban, mondta megint, aztán beleszívott és lukkat a cikibe. A rohadt élet, milyen király kis üvecske ez, jegyezte meg. Mit mondtál, honnan szerezted? Kérdezte a Robit. Még nem mondtam, haver. A neten rendeltem. Amióta ezek a kurva albánok megjelentek a pékségeikkel és átvették a piacot, nem lehet Budapesten rendes füvet szerezni. Csak szintetikus szarokat, meg olcsó designer drogot, magyarázta. A Citadellánál látunk néhányan, és a várost néztük. És mit kell ahhoz csinálnod, hogy ilyen cuccot tudjál rendelni? Kérdezte a Gabi. Letöltesz egy Tor nevű programot, váltasz kriptovalutát, aztán felmész a Dark Webre, és azt választasz, amit csak szeretnél. Ennyi? Magyar kártyával nem könnyű kriptót venni. 10-ből 9 oldal visszadobta a kártyámat, de találtam egyet, amit 15%-os tranzakciós díjért cserébe hajlandó volt elfogadni. És utána? Utána minden olyan, mintha az eBay-re mennél fel. Vannak eladók, akik bizonyos európai országokban nem küldenek, de leginkább Olaszország, Görögország és Hollandia szokott tabu lenni. A Gabi elmélyülten hallgatta, nézegette a cigit, aztán beleszívott egy mélyet és adta tovább. Szóval visszatérve, értitek, minek rinyál mindenki, hogy nincs meló? Magyarország csodálatos helye, a lehetőségek földje. Nézzétek meg a DNS-t, bökött felén vigyorogva. Soha életében nem csinált semmit, de azt olyan kurva jól csinálta, hogy nem győzik előléptetni. Kinek is ültél be most a helyére? Kérdezte. Fogalmam sincs, de biztos érted hozzá, ha el kellett távolítani az állami gépezetből. És akkor most mit is csinálsz? Kérdezte megint. Elképzelésem sincs. Azt hiszem, a hungarikumokat meg Magyarországot népszerűsítjük, de tök fals dolgokkal dolgozunk. Szarok az alapok, amikre építkezünk. Azokból aztán rossz következtetéseket vonnak le, szóval tök mindegy, miket írunk, milyen kampányokat indítunk. Szóval lesz az egész. Egy merő hazugság. De megéri csinálni? Kérdezte megint. Még szép, hogy megéri csinálni, vágtam rá. Hetente egyszer minden melóhelyen dürhamot kap az ember. Akkor már nem jobb, ha a fennmaradó időben nem csinálsz semmit, és ki tudod heverni? Hozzám ért végre a cigi, én is mélyeket szívtam bele, és igen, meg kellett állapítanom, hogy tényleg kurva jó fű került bele. Ha legközelebb rendelsz, vegyél már nekem is 5 grammot, majd megadom, mondtam a Robinak. Kitaláltam amúgy, baszki, mondta megint a Gabi. Tényleg a miniszterelnök a legnagyobb magyar. Próbálja sütögetni a pecsenyéjét, ügyeskedik ezerrel, aztán amikor fülön csípik, akkor először hadovál össze-vissza, másokra mutogat, mint egy kisiskolás, aztán felháborodik, és addig-addig hepciáskodik vöröslő fejjel, amíg inkább rá nem hagyják az egészet, mielőtt felrobbanna, magyarázta.
Aztán meg van lepődve, ha nehezen engedik oda a többiek az asztalukhoz, mert azt is nehezen tudják elképzelni róla, hogy tud késsel villába lenni, folytatta. Meg aztán, kérdem én, miután kifújtam a füstöt és továbbadtam a cigit, ki akarna együtt lógni valakivel, aki olyan, mint egy időzített bomba? Soha nem tudhatod, mikor lépsz a bügykére, aztán hallgathatod a hisztiét. Na, neked, Déneském, ebben a beszélgetésben nem osztottak lapot. Vagy ha mégis meg akarnál szólalni, hát védelmezned kéne a vezénylő tábornok urat, nem pedig fikáznod. Ezen aztán mindenki nevetett. Most mégis mit kéne csinálni? Szerintem elérte a kritikus tömeget az állampárt, kívülről megdönteni nem lehet, most türelmesnek kell lenni és megvárni, hogy összedőljen a saját súlya alatt. Hát persze, mondta valaki, mindent meg lehet ideologizálni. Egy kicsit mindannyian hallgattunk. Elkezdett beütni a fű. Néhány perc alatt a teljes tisztaságból és józanságból elvitt oda, hogy szaggatni kezdett a kép. Mintha laggolt volna az élet. Erre általában csak a legerősebb füvecskék voltak képesek. Geci, szólalt meg valaki. Kurvára megszomjaztam, nem veszünk egy sört a lenti éjjel-nappaliban? A Gellért téren a turista csapda szegedi étterem mellett volt egy kisbolt, ahol mindig tárt karokkal vártak minket. Oda jártak az étterem muzsikus cigányai is, hogy igyanak valamit, és hogy elszívjanak egy cigit. Menjünk, baszki, jó ötlet, válaszolt valaki. Úgyhogy csigalassúsággal elindultunk lefelé a térre. Most láttam egy sorozatot a Netflixen, szólalt meg ismét lefele, amiben arról beszéltek, hogy 200-250 millió éve a nagy kihalás során az élet 95%-kal elpusztult a Földön. Talán a Dani nevű srác beszélhetett. Szóval, ami addig volt, fejlődés, evolúció, élet, meg minden lenullázódott, folytatta. És az emlősök aztán egy vakon szurikát a keverékéből fejlődtek ki. Kicsit hallgatott. Na most értitek, mi van? Megvolt az özönvíz. Adott Noé, akit Isten a saját képére teremtett, ez a bakoncurikát a keverék. Mi van, ha végig rosszul tudtuk mindent, és nem egy ősszakállas faszi van odafönt, hanem egy ilyen vakoncurikát a keverék? Betépve annyira megcsavart ez a gondolat, hogy utána hetekig Istent kerestem mindenben. Érted? Másnak apróságnak tűnhet, engem ez eléggé megvitt. Úgy kalapált a szívem, hogy majdnem kiugrott a helyéről. 4 éve nem ittem tehéntejet egészségügyi és etikai okokból, és nagyon rosszul lettem, amikor megtudtam, mi történt. Mind mentálisan, érted? Mind fizikailag. Olyan édes volt, hogy nem lehetett megmondani, milyen tejet tettek a kávémba. Akár lehetett volna cukorszirup is, ezért nem törődtem vele. Pedig direkt így kihangsúlyoztam, érted, hogy nem tehéntejjel kérem a kávémat. Tudom, hogy mindenki hibázik, de baszki mégis. Figyeljünk oda a másikra, és vegyük komolyan, kér valamit. Ez olyan bonyolult? Legalább egy órája hallgattam már Lilit. Kezdett az idegeimre menni. Lili egy nagyon cuki modell és influencer volt. Tökre rá voltam állva egészen idáig. Amióta beültünk dumálni, csak ő beszélt. Nem kérdezett, csak mondta, hogy majdnem az egész élete tönkrement, amikor legutóbb a Mixár téren véletlenül tehéntejjel kapta a kávéját. Nagyon kész voltam. Azért a növényi tejnek még itt Magyarországon se kéne akkora dolognak lennie, nem? Most én vagyok a hülye? Kérdezte, de meg se várta a választ, mondta tovább. Azért ez elég lankasztó. Nem volt hülyeség, hogy a fülemben hagytam az egyik fülhallgatómat. Egyik pillanatban kicsi pittyegést hallottam, megakadt a zene egy másodpercre, láttam, hogy üzenetem jött. Kancás vagyok. Rád akarok ülni. Az ilyesmire nem lehet nevet mondani. Micsoda véletlen, gondoltam közben. A Kriszti volt az első lány az életemben, aki olyan zenét tudott ajánlani, ami rohadtul tetszett is. Moziban voltunk, valami skifit néztünk, éppen a világűrt mutatták, amikor egyszer csak megbökött oldalról, hogy ő ezt a dalt hallotta élőben is. A filmben nem tűnt akkor a dobásnak, de amikor később kikerestem Spotify-on Nils Fram Sales című dalát, azonnal berántott. Az a típusú zene volt, amivel engem amúgy is nagyon könnyen meg lehetett fogni, lassan építkező, repetitív, minimalista prüntjögés, ami a végére annyira felörösödik, hogy kedvem lenne medvével verekedni, cápával versenyt úszni, vagy hegyeket megmozgatni. Akkor is épp azt hallgattam, amikor Lilli locsogása közben megjött Kriszti üzenete. Amikor megismerkedtünk, azonnal tudtam, hogy én ezt a lányt akarom. Te Dénes? Szólt rám Lilli. Mi van? Figyelsz te rám egyáltalán? Hogy ne figyelnék? Jó, csak azért, mert más ilyen csak a csattanó.
eskü gecire érdekel, de most jött az üzenet, hogy egy haverom túladagolta magát, és hát tudod, mondtam neki. És mielőtt befejeztem volna a mondatot, már az utcán voltam. Ahogy tudtam, siettem Krisztihez. Ahogy a szexnek vége volt, szinte minden elcsendesedett. Szinte minden. Mindig olyan volt, mintha lovaskocsi körözött volna a ház előtt, hogy rohadt volna meg, és annak a kopogását hallottam volna. Nem értettem. Kurvára nem értettem. Amikor az óra kattogásáról, a hűtő berregéséről és a falban lévő csövek morajlásáról már sikerült megfeledkeznem, akkor is olyan volt, mintha kibaszott lovak kopogtak volna a ház előtt. Mondjuk mindig, minden ház előtt. Cirógattam, a testítő pedig halkan szuszogott. Simán transzba tudtunk esni, anélkül, hogy szétszívtuk volna az agyukat. Ahogy ott feküdtem mellette, behúzott a sötétség. A sötétségben eleinte kék, zöld és vörös négyzetek villóztak, aztán valahogy kezdtek formát ölteni. Elsuhanó villanyoszlopok kontúrjait láttam, mintha vonatból bámulnék ki, aztán intett egy kalauz. Az arcát sehogy sem tudtam megjegyezni. A következő pillanatban már tenger alatt járón voltunk, és süllyedtünk a sötétségbe. Aztán egyre élénkebb, elevenebb képek villantak fel. Először egy divat bemutató kifutóját láttam, minden vaku villanás elvakított. Utána atomerőműben bolyogtunk. Aztán megint Philadelphiában voltam, és néztem vissza a felhőkarcolókra. Végül ahhoz a börtönhöz értem el, ahol 12 majmot forgatták. Egy pillanatra úgy tűnt, béke van. A Kriszti már aludt, amikor én meg azon töprengtem, vajon lehet-e ennél közelebb kerülni a békéhez. Mindig imádtam, amikor a taxidermiában arról beszélnek, hogy nem a pina forog a világ körül, hanem igenis a világ forog a pina körül. A színész nagyon elkapta a mondatot. Amikor először dugtam, nem értettem, mire a felhajtás. Tényleg ezért képesek emberek ölni egymást, ezért robbannak ki háborúk, ez mozgatja a kurva világ mindenséget. Aztán hol jobb, hol rosszabb. Amióta viszont a Krisztivel dugtunk, új értelmet nyert minden. Pedig nem csinált semmit másképp, mint a többiek. Csak éppen akkor sóhajtott fel, amikor a legjobban esett meghallani. Akkor túrt bele a hajamba, amikor én is arra vágytam, hogy valaki beletúrjon a hajamba, és amikor azt mondta, hogy bármelyik pillanatban elmehet, én már szétrobbantam belül. Ha nem lett volna az a kurva lódobogás, vagy kattogás, vagy mi a faszom, mellette megtaláltam volna a végtelen békét. Valamiféle istent, a rejteket. Hát te még nem alszol. Fordult felém, és megdörzsölte az orrát. De mindjárt alszom én is, mondtam neki, de ő már nem figyelt. Félálomban megsimogatta az arcomat, és szendergett tovább, én meg pedig bámultam bele továbbra is a sötétségbe. Dénes, a kurva anyád, mindenkinek jobb, ha nem töröd ilyen gicses hülyeségeken a fejed. Kollégák is voltatok Istvánnal. Ugye nem visszaragadja a mikrofont, és nem kell jelelni. Mennyi ideje volt bent a levegőben, hogy megszületik az első regény? Mennyit beszéltél róla, és mennyit rágtad a kollégák fülét, hogy te fogsz egy regényt írni? Hát én úgy emlékszem, hát köszöntök először is mindenkit, tök jó, hogy eljöttetek. Fantasztikus. Szóval visszatérve, hát én egyáltalán nem emlékszem arra, hogy erről túl sokat okoskodtam volna. Okoskodtam erről? Okoskodni nem okoskodtál róla, hála Istennek, de hogy beszélni azért beszéltél róla, hogy lesz, vagy hogy valami történik, és az már elég régen, 2 évvel ezelőtt megtörtént, hogy én tudtam erről, vagy legalábbis erre éléken emlékszem, hogy beszéltél róla, hogy érkezni fog. És akkor ez most megérkezett, amihez szeretettel gratulálok, és én is köszöntök mindenkit, sziasztok! Hát igen... Nem 2 évvel ezelőtt kezdted el írni ezt a regényt. Nem, pont azt akartam mondani, hogy amikor belevágtam, akkor egyáltalán nem sejtettem, hogy azért ez idő lesz. Aztán teltek múltak a napok, a hónapok, és lassan összeállt ez az egész, de igen, mindenkinek mondom, a közönség soraiban tudom, hogy ülnek olyanok, akik regényíráson törik a fejüket, sőt olyanok is, akik már írtak regényt. Hát tudják, hogy le kell ülni és seggelni kell. Úgyhogy ezt így csinálni kell, nem lehet megúszni. Viszont annak örülök, hogy ezek szerint nem rágtam a fületeket túl sokat és túl fárasztóan.
Nem, még nem felmentél szerkesztői munkával pluszban, tehát hogy az... Írói szabadság egyében? Reményeim szerint igen. Viszont tényleg adtál róla hírt, hogy létezik, vagy legalábbis készül. Mikor kezdted el írni ezt te? Mikor készült el az első fejezet, vagy az első néhány mondat? Egyáltalán nem emlékszem. Ez egy jó beszélgetés. Négy évvel ezelőtt már körvonalazódott valami. Most megkérdezném, hogy éppen milyen trippben voltál. Semmi köze nincs a valósághoz, ez teljesen fikciós ez a regény. Szóval valahol 5 évvel ezelőtt talán egyszer fölkeltem, és akkor eszembe jutott egy gondolat, amit így lejegyzeteltem. Gondolom sokan kezdenek így szöveget, akik fióknak vagy egyébként regényírásra foglalkoznak, a fióknak írnak. Aztán az lehetett talán 5 évvel ezelőtt, és egy évvel később talán már volt egy ilyen piszkozatom úgy az egész szövegről. És akkor talán 3 évvel ezelőtt állhatott össze egy olyan verzió, amit már elmertem küldeni a kiadónak is. Bocsánat, egy egész verziót, tehát hogy egy szinte kész verziót küldtél el egyből a kiadónak? Hát igen. És akkor... Nem értettem, vagy nem tudtam, hogy ezt hogy kell csinálni, megjelentetni előtte fejezeteket, hírnevet szerezni, valami kis, mégiscsak valami kis nevet szerezni a szép irodalmi körökben. Nekem még a mai napig nincs reményük, ezzel valamit változni fog a dolog. Szóval nem tudtam, hogy ennek mi a rendes menete, hogy a kiadók nyilván nyitottabban állnak azokhoz, akik már jelentettek meg részleteket, novellákat, itt ott publikáltak, a nevük már olvasható volt valahol. Úgyhogy én nem tudom, én csak úgy bátorkodtam és elküldtem a szöveget a Kaligramnak, mert valamiért a Kaligramot, vagy hát meg tudom magyarázni, hogy miért, de most ebben nem menjünk bele. Szóval a Kaligramot találtam a legjobb kiadónak, megtalálom még most is. És hát így legnagyobb meglepetésemre, nem is tudom mennyi volt az átfutási idő, de szerintem az is azért hetekben lehetett mérni. Pár héttel később kaptam egy olyan választ, hogy ez a szöveg amúgy tetszik mindenkinek, de mindenkinek el is kellett olvasnia, mert hát azért lesz vele majd némi munka, szóval foglalkozni kell vele, de kezdetnek nem rossz, és akkor úgy örültem. Az jó érzés volt. Hát nem beszélve arról, hogy némileg hosszabb egy kiadói szerkesztési folyamat, úgyhogy az alatt is lehet részeket publikálni, és a szépirodalmi folyóiratokban mind a 10 embernek, aki olvassa ezeket a szerzők közül, azok körében azért már lehet kezdeni csepegtetni ezeket a részleteket. De a kérdésem igazából arra is vonatkozott, hogy azért nem biztos, ez egy nagyon szép kerek történt, hogy egyik reggel fölébredsz, és pont bal lábbal, és írok egy, muszáj írni egy regényt, ez benne van a játékszabályban. De hogy egyáltalán fogsz írni egy regényt, és akarsz prózával foglalkozni, ugye te aktív szövegíró vagy. Éppen ilyen vagy olyan minőségedben, ilyen vagy olyan szerkesztőségekben, de folyamatosan írsz. Nyilván nem 5 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy akkor mindenképp az első regényemnek be kell mutatnunk 22. november 3-án csütörtökön 5-kor az íróboltjában. Hát van egy csomó, vagy hát nagyon régóta egy csomó történet van a fejemben. Szóval, hogy az írás szeretete, vagy mikor találtam ki, hogy regényt akarok egyáltalán írni, nem tudom, 12 évesen, vagy még korábban, amikor az Emil és a detektíveket elolvastam, engem azt hozott közel, meg a Brumi a Balatonon című könyv hozott közel az irodalomhoz. Nem tudom, én úgy mindig is szerettem írkálni, a cikkírásban is, vagy az újságírásban is, engem a szöveg összerakása jobb, tehát ilyen értelemben szar újságíró vagyok, hogy a szöveg összerakása a mondatoknak a... Szóval, hogy arra törekedjek, hogy minél olvashatóbb legyen a szöveg, sokkal jobban érdekelt, hogy miről írok amúgy. Persze az se volt azért úgy teljesen érdektelen számomra, de én kezdettől fogva szerettem a mondatokkal szórakozni, szóval... És hogy mikor derült ki, hogy ebből még egy regény is lehet, hát nem tudom. Igazából még most se teljes, jött DNS, igen. Hát itt gyűltek a történetek, jegyzetelgettem, aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy már így van annyi, hogy amivel már így lehet kezdeni valamit. És akkor ez már nem egy ilyen szerencsétlenkedés lesz, hogy akkor most akkor mindenféle kifogást keresek, hanem hogyha ezt most leülök és egy seggel végigcsinálom, akkor ebből a végén ki is jöhet valami. Hogy mi az? Ez mindenki persze döntse maga, vagy ez most ez... De valami megszületett, itt van, hát itt ülünk emberek. Amikor megosztottam Facebookon az eseményt, hogy lesz ez a beszélgetés, akkor gondolkodtam, hogy mit írjak a poszthoz, és azért már előtte beszélgettünk a könyvről is, most az elmúlt időben egy néhány mondattal többet, mint az elmúlt 2 évben,
És szóba került köztünk, hogy hogyan is zajlott ez az egész, hogyan adta le a regényt, és igazából nem foglalkozott semmi olyan, amivel általában az írók foglalkozni szoktak, mert hogy az írók általában hosszú éveken keresztül szoronganak azon, hogy részleteket elküldenek folyóiratoknak, azok megjelennek, vagy nem jelennek meg, visszadobják őket, szoronganak azon, hogy azt valakik elolvassák, arra mit fognak mondani, nem tudom, jön-e egyáltalán visszajelzésre, abból a 10 olvasóból elolvassa őt, abból 2 szarja, a másik 1 meg talán még meg is jegyzi ezt a nevet, ami oda van írva, és akkor vannak ezek az írók, és van az Aradi Peti, aki elküld egy kész regényt, aztán annak megjelenik. És szóval így utólag nem érzed ennek a szorongásnak a hiányát? Vagy nem szeretnél egy kicsit szorongani? Nem érzel emiatt bűntudatot, hogy ez neked így nincsen? Hát szerintem nem tudom. Szóval a tudatlanság így boldogít. Én most tök jó bizonyítékát találtam meg ennek, hogy ez így ez működik. De hogy hívják ezt? Impostor szindrómának? Hogy igen, hogy amikor már így közeledett a bemutatónak a pillanat, akkor egy kicsit ja, volt, hogy hülyen éreztem magam, talán lehetett volna többet is szorongani, de hát a regényhősök szoronganak, én meg nem tudom, én akkor nem ittam egy sört, esetleg. De nem, kifejezetten nem szorongtam, most, amikor megláttam a kirakatban, hogy ki van rakva a könyv, akkor azért ez furcsa volt. Majd amikor a molyos olvasók felfedezik maguknak a könyvet, és jönnek a jó kis molyos kritikák, akkor szerintem ez a szorongás faktor, ez még visszaköszönhet. Ha az előállításban nem is játszott akkor a szerepet. Félsz egyébként ettől, hogy most ezek akár az itt jelenlévő kollégák, akik még nem olvasták a könyvet a következő évek során, így jó az az időtartam, elolvassák a könyvedet, és hát leülnek egy kínos, szorongós, kávézós, füvezős beszélgetésre, hogy mi a fenét csináltál. Még egyszer hangsúlyozom, semmi valóság alapján is a szövegnek. Szóval ettől nem félek. Ettől természetesen nem félek. Hát a kommentelők, megvan az a hatalmas mázlim, a teremben más sokkal egyébként, hogy zeneújságíróként is dolgoztam. Márpedig egy jó koncertbeszámoló, főleg egy szigetes koncertbeszámoló van szó. Hát azért azt tud kommenteket generálni, hogyha az emberek nem tetszett annyira az a koncert. Szóval én megedződtem már ebben. Szóval ha azt mondják az emberek, hogy ez egy a kommentelők, hogy ilyen szart meg a büdös életben nem olvasták, hát én azt mondom, kifizetted, haver. És mi van akkor, ha kritikusok mondják ezt? Hát puf neki, nem akarok előre rohanni a West End-be, de... vagy a, igen, hát szóval nem akarom rögtön magamra rántani a vizes lepedőt, ahogy mondani szokták, de hát oké. Okay. Nem baj, ha nem tetszik. Én nem fogok megsértődni. Ha tetszik, akkor viszont akkor lehetünk barátok természetesen. Akkor mi barátok maradunk, nekem nagyon tetszett, bár én nem fogok kritikát írni, mert nem szoktam kritikát írni. Én egyet bejebb lépnék a könyvbe. Szolád Dávid azt írta a főszövegben, hogy jelet adott magáról a NER dühöngő ifjúsága. Megtanultam ezt a mondatot, hanem ez egy jó mondat, és szerintem nagyon illik a könyvre. És rögtön vitatkoznék is veled, hogy igazából ez nem sárga. Az van, hogy ez narancssárga. Kicsit savanyú. És egy kicsit savanyú, de a miénk, vagy legalábbis a Petié, egy kicsit a miénk is. És beszéljünk egy picit egyrészt a borítóról, hogy miért ilyen a borító, mi van a borítón, illetve hogy igaz-e Dávid állítása, és mondhatjuk-e azt erre a regényre, hogy ez egy NER regény. Hát akkor a másodikra válaszolok először. Hát szerintem ott tartunk már, hogy nem tudtunk nem NER regényt írni, nem tudunk nem NER zapszeletet megvenni a boltban, nem tudunk nem NER cigit elszívni, NER söröket inni, NER levegőt szívni, szóval megérkeztünk abba a korszakba, amikor nem tudunk nem NER dolgokat csinálni, szóval meglepően egyszerűen meg tudom ezt válaszolni ezzel. Kicsit csalódott vagyok, vagy a magam részéről a könyvben is elhangzik, talán az én gondolatom is volt félig meddig, hogy csalódott vagyok, hogy ezzel nem foglalkoznak még többen, és még hangosabban, hogy
Mármint az irodalomban. Hát például az irodalomban, de mindenhol, hogy mit tudom én, az kerül a hírekben, hogy mondjuk a zene világából Flór Tomi véletlenül ír Instagramra van vicceset, hogy kigúnyolja a nem tudom milyen a zeneszcénában ezt a NER nyomulást. Hát szerintem, hát gúnyolódni mégis nem bűn, úgyhogy ha más nem tehetünk sokan, akkor legalább nevessünk egy nagyot együtt a nyomorunkban. Úgyhogy hajrá. Úgyhogy, na mindegy, szóval egy kicsit úgy csalódott is vagyok, hogy nem eszmélnek, vagy nem akarom, lehet, hogy rá eszmélnek, minden esetre így elhárítják ezt az egészet, hogy nem tudunk nem birodalomban élni. Szóval ez azt szerintem így foglalkozni kell, nem kell ezt negatív előjellel, vagy pozitívval, vagy bármilyen előjellel csinálni, csak azért érdemes minél többen megemlékeznünk róla, hogy hát egy hatalmas, mit tudom én, egy korszakban benne vagyunk, amit így hát fel kell dolgozni, és tökre örülök, hogy a Szolád Dávid ezt írta, majd azt írt, amit írt, mert szerintem tök nagy felelőssége van például pont a szöveggyártóknak, hogy egy nyomot hagyjunk arról, hogy milyen korszakban élünk egyáltalán. Szóval, ha lehet mondani, nem túlzás, egy kicsit talán lehet ezt a regényt ilyen, hogy szokták mondani, ezt korszak lenyomatként is értelmezni esetleg. Bár ezen nem akarom nagyon beszűkíteni úgy általában az értelmezést, vagy bármit, csak hogy lehet ez akár egy ilyen lenyomata is annak, ami éppen van. Vagy ahogy én látom, az a szerző, hogy gondol, mit gondol a szerző? Az mindegy, hogy gondol a szerző, senkit sem érdekel, ellenben ám ugyanakkor, de azonban mégiscsak egy picit, ha már ennél a résznél vagyunk, most ebből tovább indulva két kérdést fogok feltenni, de nem, külön-külön. Az egyik az az, hogy elképzeltél-e ennek tükrében, mondjuk, hogy ez egy NER regény, egy ideális olvasót ennek a regénynek. És hogyha igen, akkor milyen ez az olvasó? Elképzeltem. Hát egyre másra lehet hallani már a sokadik hatalmas ellenzéki vereség után és Fidesz győzelem után, hogy mennyien csalódottak, szóval, hogy az ellenzéki oldalon kivándorlási hullámmal fenyegetőznek a fiatalok, stb. Szóval, hogy nekik például szívesen ajánlom ezt a szöveget, mert valami abból a düböl, amit ők élhetnek át egy ilyen, mit tudom, egy áprilisi vereség után, valami szerintem van ebben a szövegben, és talán egy kicsit tovább is lett gondolva az a fajta ilyen, szóval, hogy az elvándorlást, meg stb. Szóval ezt a kicsekkolás dolgot egy kicsit talán tovább is gondolja a szöveg, úgyhogy nekik például szívesen ajánlom. Hogy hát így töprengjenek, nem biztos, hogy érdemes amúgy itt hagyni ezt az országot, nekik is mondom. Más örültségen gondolkodni pedig pláne nem érdemes. Ilyen örültségekkel például utána a könyv, rengeteg ilyen van benne. És hogyha elképzelted ezt az olvasót, és most hallottuk, hogy ki volna ez az olvasó, akkor nem félsz attól, hogy mondjuk azok, akik nem ellenzéki oldalon vannak, hanem NER oldalon vannak, ők alapvetően politikai alapon fogják megítélni ezt a szöveget. És nem szöveg szintjén, tehát nem irodalom felől fognak közelíteni, hanem pusztán politikai oldalra. Puffeki, azt tudom mondani. Hát ez elkerülhetetlen. Alapvetően, szóval az egy átpolitizált szöveg, még ha nevek nem is nagyon hangzanak el benne, elkerülhetetlen, úgyhogy állok elébe. Ugyanazt tudom mondani, mint amit a kommentelőkkel kapcsolatban. Igazából lehet rajtam fogást találni, de nem akarok kifejezetten céltáblává válni, de nem hiszem, hogy túl sok haszna lenne ennek az egésznek, azért ez mégiscsak egy regény akar lenni, szóval ez még egyszer mondom, hogy fikciós vagy. Nem beszélve arról, hogy azért én nem nagyon tudnám pontosan megjelölni, hogy a szereplőink azok éppen milyen pártra szavazhattak volna most 2022-ben, mert valahogy mindenféle spoiler nélkül eléggé leginkább valami ellen, és leginkább majdnem minden ellen foglalnak állást, ha igen. És az a fajta radikalizmus, vagy az a radikális válasz, amit itthon maradásra adnak, ugye, az is tulajdonképpen arról szól, hogy a Gellért-hegyen, a fővárosban élő, egyébként teljesen a középosztály gyermekeiként többnyire jó anyagi körülmények között, hiszen egyre komolyabb drogokhoz tudnak hozzájutni, a délutánjaikat és az estéiket is, igen, változós programokat tudják eltölteni. Ez mind arról beszél, hogy alapvetően nem a világ legrosszabb anyagi körülményei között élnek, de van valami olyan
kölcsivel ki hiányérzetük, amivel mindenképpen egy nagyon komoly döntésre jutnak, ami aztán befolyásolja az életüket. Hát szerintem ezeket az erkölcsi, meg morális egyéb dolgokat az emberiség már nagyon régóta görgeti maga előtt, szóval nem akartam újra feltalálni a kereket, és nem is csináltam ezt. Hát ami nagy ilyen ihlet forrás volt, az a Közöny című szöveg egyébként. Szóval összegyűjtöttem rengeteg olyan szöveget, kicsit ilyen nyilván első könyvről van szó, szóval van benne egy kisebb ilyen olvasmánylista is, és hát az egyik legnagyobb hatással egyébként a Közöny volt erre a szövegre, Bret Easton Ellis mellett, de azért a Közöny az erősebb volt, szóval ezeket így, ezt a kiégés, kiüresedés, stb. Ezt már így cipeljük magunkkal jó régóta. Gondolom mindenkinek van szarnapja, és hogyha mondjuk a szarnapján előveszi ezt a szöveget, akkor annyi megnyugvást találhat benne, hogy lehet valaki, ez a társaság, vagy a Dénes, vagy valaki, akinek még nála is valószínűleg szarabb a napja éppen. Úgyhogy bár próbáltam nagyon sok viccet elsütni, megoldani a feszültséget, de ha valaki önsegítő könyvként fordulna ez a szöveghez, én azt mondom, hogy végül is lehet, szóval. Én egyébként teljesen a nerdlovagoknak is ajánlanám ezt a könyvet, tehát most gondoljatok bele, hogy folyamatos kompromisszumokat kell hozni. Igazából Dénes is ezt csinálja a szövegben, ott látjuk, hogy egyébként a kollégái milyen kompromisszumokat hoznak, és azért felgyűl egy feszültség, és lehet, hogy valaki ezt abban éli ki, hogy éppen melyik Balaton felvidéki szőlőbirtokot akarja restauráltatni lovardával, és nem tudom, helikopter leszálló pályával, de akkor is felgyűlik ez a feszültség, és Déneség mégiscsak mutatnak egy utat arra, hogy hogyan lehet nappal dolgozni a nerdvilágban, és éjszaka pedig lázadni különböző nagyon komoly akciófilmes jelenetekkel. Kifejezetten együtt tudok érezni Dénessel és Gabival is egyaránt, tehát hogy át tudom érezni az ő helyzetüket, és bele tudom élni magam abba, hogy mi az, amit ők csinálnak egész nap, és aztán hova lyukadnak ki estére ebben szinte minden este. Neked milyen beleérző képességre van szükséged ahhoz, hogy ezt így átvezess be napokra? Milyen tapasztalatokra, ismerettségekre, nem tudom, szóval. Tudjuk, hogy ez a fantázia. Ne, hát ez nehéz dolog amúgy, vagy hát kicsit az írói, vagy hát ahogy ez a könyv megszületett, mert hogy ilyen technikai dolgok, szóval ez a beleélés, ez nekem valahogy így jött magától, hogy nem kellett erőltetni. Általában én úgy írtam a fejezeteket, ezeket a kis rövid fejezeteket, hogy ezt évfél után kezdtem, hogy itt 15 körül elkezdtem molyolni a szöveggel, erőt gyűjtöttem, jegyzeteket lapozgattam, ide sétáltam, oda sétáltam, különösen sokat sétáltam közben, a lakásban föl alá, és akkor így elkezdett berántani a hangulata, és így évfél és egy-kettő között született meg egy fejezet, vagy legalábbis valami vázlat. Szóval a beleélés, szóval hogy ez valahogy így adta magát, nem kellett külön drogot fogyasztanom ahhoz, hogy egy drogosnak a mindennapjét le tudjam írni. Szóval így jött valahogy, így szerintem mindenkiben van annyi egyébként, hogy egy kicsit így megy, és így gyötri az agyát, akkor előbb-utóbb, hát a film meg a színház meg minden így működik igazából, vagy hát így előbb-utóbb így oda képzelsz a dolgokat, és nekem ezek a képzetek így jöttek igazából. Csak nagyon fontos volt, hogy előtte jól felhergeljem magam 11 és évfél között, és akkor utána mehetett a buli. Ami úgy nézett, hogy leültem, és akkor kivettem a billentyűzetet. De jó érzés volt amúgy. Szóval, hogy így egy csomó szomorú dologot lehet talán találni ebben a könyvben, de én közben meg valahogy itt tök jól szórakoztam. Úgyhogy azért is mondom, hogy mindegy, ha más nem, legalább én jól éreztem magam. Szóval, hogy nem kellett nagyon így átlényegülnöm valamivé, mert valahogy ez így egy idő után így jött magát. Ez a technikán, amit én kidolgoztam magamnak, technika, azzal így magától jött ez az egész. Mennyire fontos az, hogy mikor játszódik? Tehát azért ezt valamennyire tudjuk, ha még pontos dátumokat nem is tudunk a könyvben az időszerkezetéről beszélve, azért azt mégiscsak megállapíthatjuk, hogy a bevándorlási válság már elkezdődött és zajlik, óriás plakátok kéklenek az utak mentén, beszélnek ilyen-olyan választásokról, ilyen-olyan a válogatottak vereségéről, tehát hogy nagyjából azért el lehet mondani, hogy az elmúlt
két-három év, öt év, tehát hogy egy COVID előtt, tehát a COVID az például nem annyira, vagy éppen nagyon áttételesen szűrődik be. Te mennyire akartad a napjainkhoz közel tartani ezt az időt? Miért nem játszódhatott mondjuk ez a kép, mondjuk 2000, tehát mondjuk mindenképpen az elmúlt 12 év valamelyében, de mondjuk egy kicsit közelebb a 2010-es évekhez, mint a 2020-hoz. Mennyire akartál napra kész regényt írni? Nem akartam amúgy napra kész regényt írni, de a dühöt, amit ezek a fiatalok éreznek, vagy a kiábrándultságot, azt ezzel, ez tűnt a legegyszerűbbnek, hogy így tudom talán a legközelebb hozni az olvasatot, kézzelfoghatóvá tenni. Annak ellenére, hogy a migrációtól kezdve egy csomó minden is szintén több száz éve velünk élő probléma, vagy hát így folyamatosan hozzák és hozzák fel, szóval, hogy így a politika se talál fel új dolgokat igazából. Ez egy egyszerű, könnyű díszletnek tűnt, úgyhogy meg ezzel talán könnyebb azon, így talán eladhatóbb a könyv. Ja, mindenki. Hogyha ennyire közel múlt eseményei dolgot. Szóval a Covid-on egyébként gondolkodtam, hogy mennyit foglalkozzak a Covid-dal, de végül azt az optimista döntést hoztam meg, hogy a következő pár évben talán nem lesz hasonló problémánk. És ez egy elszigetelt eset. Nem, az a lényeg, hogy az nagyon nagy... Az egy hatalmas más teret nyitott volna egyébként, mert most már ugye elkezdenek mindenhol már olvashatóvá válik, hogy a természetrombolás miatt a járványok korában élünk, és már ez elkezdődött, stb. De szerintem még annyira nem érzik az emberek ezt a bőrükön, vagy nem hatol le annyira a tudatukhoz, aki, hogy ez most akár is nézzük, szarul jött ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy szerintem ezzel ezt majd háttérnek választani egy 5-10 év múlva, amikor a következő ilyen kellemetlen állapot beáltalán, akkor lehet majd hatékonyan beolvasztani. Szóval egy ökoterrorista regényre számíthatunk a következő munkában? Ha nem is tőlem... Kapi szemszögéből a másik főszereplő. Egyébként az említett 12 majommal például hasonló már született, meg sok is volt, de szerintem igen, előbb-utóbb meg fog szaporodni egy ez az ökokatasztrófa, stb. Szóval a tematikának ez szerintem ezt majd használni fogják sokat. Az ökoköltészet az ökoköltészet létezik, igen. A másfelől, hát ugye ez egy dramaturgiai szükségeség volt, hogy ezt a Covidot igazán milyen nem ábrázolhatott, hiszen nem előve a poén teljes mértékben, azért kicsit más lett volna, ha valaki maszkban bemegy a trafikba, vagy az OTP, vagy takarékfióba, mint ahogy egyébként a regényben teszik ezt a szereplőink. Hát igen, hát főleg ha nyitva is lettek volna, vagy nem tudom, hogy ezek ponyitva tartottak. Ponyitva volt, igen. Én nagyon ilyen boldog, illetve egyik legboldogabb időszaka volt egyébként, szóval én akkor nem sokat tapasztaltam, azért sem gondoltam, hogy ez az én feladatom lesz, hogy ezzel foglalkozzak. Hát születtek magyar nyelven is Covid regények, egy biztos, de talán több is, úgyhogy engem jobban érdekel ez a nihilizmus, meg a kiégés, meg a halálvágy, meg az ilyen hasonló. Szóval én az irodalmi klasszikusok között is szerintem inkább ezekhez fogok visszanyúlni, és nem írtam, nem tudok mit mondani, de szóval ez a téma még legalábbis jobban foglalkoztat, mint ez a szó szerint vett izolátság. Ehhez hűen azért egy frappáns első mondatot sikerült találnod. Nem pontosan idézem, hogy még mások öngyilkossággal próbálkoztak, mi főző tanfolyamra jártunk. Ez csodálatos. Meg kellett próbálni, igen, de hát a végére kiderül, hogy milyen sikerrel. Mennyire féltél az újságírói bomóktól? Rettenetesen. Szerintem a legnehezebb dolog az volt, hogy már az írás részében a legnehezebb dolog, hogy próbáljak minél kevesebb közhelyet elsütni, és hogy nem... Szóval sokáig nem voltam benne biztos, hogy sikerült-e egyáltalán elkerülni. Szóval nem átsiklok fölöttük. Hát olyan gyakran használjuk ilyen közhelyeket, legalábbis újságíróként, hogy nehéz nem. Hóféletlenül leírtam az egyrészt, másrészt, vagy nem tudom, valami ügyészséget. Szóval, hogy rettenetesen féltem, és minden ilyen hát újságírói és egyéb irodalmi sablont próbáltam kerülni, de hát nyilván 2022-ben már ez a határfeszegetés, ez nem egy, már ez se eredeti.
Már ebben sincs semmi eredetiség, de hát azért próbáltam igen olyan szavakat bevinni, amikkel regényben, szépirodalmi alkotásban ritkán találkozom, vagy találkoztam. Igen, ezeket jelöltem is emlékeim szerint. Igen, igen, volt. És ez mit jelent? Szóval próbáltam meghonosítani a magyar irodalmi nyelven, hogy ez most egy nagyon nagy kép, olyan hangzott olyan szavakat, amik eddig nem szerepeltek. Igen, belobolta a magyar irodalom. Igen, igen, igen. Igazából én most nagyon lesokkoltam ezen az újságírói kérdésen, mert azért nekem ki szokta szúrni a szemem az ilyen dolgokat, és az történt, hogy igazából egyetlen egy alkalommal sem történt ez meg, mert hogy... Tehát tényleg az szokott lenni, hogyha egy újságíró... Te is így elsiklottam a fölött. Jó, hogy elindultam, ugye? Betírt, akkor mindegy, akkor jó lesz. De, hogy... Bocsi, ez a te szakmai kompetenciádról mesélni. Nem értek hozzá, tehát hogy ez lehet. De akkor mindegy, nem vagyok, akkor csak jól jártunk. De hogy szóval, igazából én olvasás közben olvasóként ezt egyáltalán nem szúrtam ki, vagy nem szúrtam ki egyetlen olyan mondatot sem, amiben azt kellett volna éreznem, hogy ezt itt most újságíró írta. Úgyhogy ez nekem a kérdés maga az, hogy felvetődött, igazából már az egy ilyen, most itt ültem meglepődve, hogy tényleg nekem ennek igazából eszembe kellett volna, hogy jusson, de nem jutott eszembe. Hát ez, amiért én a regényt választottam, vagy szerintem jól esett az írása is, hogy az újságírás azért elég bevett sablonokat használ, és ahogy mondtam, én szerettem már régóta a nyelvvel szórakozni, és ez egy tök jó lehetőség volt meg, hát és a saját pályámon passzolgattam igazából, de ahogy így jó esett esténként leülni és olyan szövegen dolgozni, ami többet megenged, mint az újságírói munka. Igazából egy dolgon módosítanék, nyelvi szempontból igaz az, amit mondok, információ szempontjából viszont nem feltétlenül igaz. Vannak benne olyan információ morzsák, amikből kikövetkeztethető, hogy a szerző az sokkal tájékozottabb az átlagnál. Tehát, hogy szóval nem az van, hogy egy hétköznapi újságolvasóról van szó, hanem olyanról, aki minden nap foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mélyen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hát, jól esik, hogy ezt mondod, tettem bele energiát. De nem számítottam rá, hogy ez így el fog hangzani. Igen. Ez volt a legjobb kérdés. Ugye arról már beszéltünk, hogy elég komoly filmes és irodalmi utalás és zenés utalásrendszered van ennek a regénynek. Ennek kapcsán azért nagyjából tudjuk, hogy mi az, ami ihlető forrása lehetett ennek a könyvnek. Engem az érdekel, hogy volt-e olyan, amiről azt mondod, hogy Isten mentsen, tehát hogy amilyen biztosan nem akarom, hogy legyen ez a könyv. Van, rengeteg ilyet tudnék mondani, de nem lenne talán túl igazságos, és úri ember dolog, ha irodalmi és egyéb filmeket is. Szóval nem akarom se a kortársánat, se az előttem lévőket ezzel fikázni. Természetesen egy sör mellett mindenkinek nagyon szívesen. Órákig tudnék beszélni arról, hogy én mit utálok, és... Hát arról, ez a nagy vonalakban azért arról tudsz mesélni, hogy ugye pont a nyelvnél ez különösen problematikus, amikor be kell állítani egy szereplőgárdának a nyelvi felkészültségét, vagy akár az információs tudását, hogy mi az, amit szeretnél volna mindenképp elkerülni. Hát van, a fejemben van egy elképzelés arról, hát olvastam, neveket nem akarok mondani, de szóval szerettem elkerülni azt, hogy mit tudom én, az anyuka karakternek a kézfejét nézte volna a szereplő, és azon csodálkozott volna, hogy milyen eres az a kézfej, és akkor elkezdett volna azon merengeni, hogy akkor mennyi munka és lemondással járhat ez az egész, és akkor közben a gyertyák csonkig égnek a háttérben. Szóval ilyet nem akart csinálni, és azt hiszem a legnagyobb ilyen vörös posztó ez lehetett, hogy itt elmenjek egy ilyen szerencsétlenkedésbe, ami nem. Szóval igen, de azt hiszem érti mindenki, hogy miről van szó. Tehát nem akartál túlzottan érzékeny sablont találni ezeknek a lelki folyamatoknak az ábrázolására, mint hogy ül a konyhában és nézi az agya eres kezét? Mondhatjuk igen. Hát ezek... Próbáltam minél kevésbé irodalmiassá tenni ezt a szöveget, és nekem pont az a nagy bajom egy csomó kortárs szerzővel,
hogy azt hiszik, hogy az irodalom egy szépen megcsinált mondat a tavaszról, vagy az ősznek a levelek lehullásáról, és szerintem ezt már 1000 éve meghaladtuk, de hogy közben meg rengeteg olyan filmet is, dalt is, szöveget látok, ami elmegy ebbe az ilyen, hát ilyen egyszerű szépelgésbe, unalmas, semmit mondó szépelgésbe, és ha valamit el akartam kerülni, akkor azt hiszem ezt el akartam kerülni, hogy ne csodálkoznak rá a karakterek arra, hogy hát igazából semmire. Bocs, szerkesztőként ez neked mennyi munkába került? Szerintem, hogy alapvetően jól gondozott szöveget kaptunk, hát nyilván leginkább a mondatokat reszelgettük, de maga a szerkezet, az idő, a tér, ami bejátszódik, egyes alakok, egy-két kiegészítést kértem csak, és szerintem szépen végig szántottuk a szöveget. Abszolút, én nem ellenkeztem semmiben, úgyhogy jól haladtunk, abszolút. Egy hálás szerkesztő ültem el a hármasban. Én meg nagyon köszönöm, hogy foglalkoztál vele, mert tök jól ráéreztél egyébként, de szerintem ezt e-mailben is írtam, amikor így váltogattuk egymás közt a részeket, hogy amit én ezzel a szöveggel szeretnék, hogy ez egy nagyon könnyen és gyorsan olvasható szöveg legyen, hogyha valaki kézbe veszi, akkor az legfeljebb, ha lassan olvas, akkor is 3 óra alatt át tudjon menni rajta. És az egész szöveg, meg a téma, meg minden megkívánta azt, hogy pörögjön ezerrel. És itt ezen dolgoztunk igazából, hogy ahol lehetett felesleget kiszedni, azt így sikáljuk ki, és akkor, hogyha felesleges, hogy meg ilyesmi, ne kerüljön bele, hogy az egész egy ilyen lórugásszerű, akármi legyen a végén. Szóval, ha nekik kezdtek a szövegnek, akkor ha valamit kérhetek, akkor az lenne, hogy mondjuk egy vagy két seggel olvassátok végig. Szóval, hogy ne nagyon tartogassátok, mert nem tudom, az író, ha annyit mondtatok az írói szándékról, akkor ezzel így halad. Az író azt szeretné, hogy haladjál vele. Része vagy. A kérdés az, hogy miért olyan fontos hangzott el a közönség soraiból? Nem tudom ezt pontosan megmagyarázni, egyszerűen nekem ez így állt össze. Azt akartam bebizonyítani, ha mondhatok meg egy kicsit ilyen nagyképűen valamit, hogy el lehet olvasni úgyis egy könyvet, hogy nem unod meg, vagy fáradsz el a 3/4-nél. Nekem nagyon sok olyan olvasmány élményem volt, hogy bármennyire is tetszett a szöveg, a felénél valahogy így elszakadt. Így egyszerűen így elvesztettem az érdeklődésemet. Tehát, hogy ez nem az a fontos, hogy te ezt csináld így, hanem tökre ürnék neki, hogyha ez így működne. Szóval így egy lendületre végig tudnál menni rajta. Én vagyok a tökéletes olvasód igazából, mert kétséggel olvastam el, úgyhogy ezt nem kérted tőlem, hogy kétséggel olvassam el. Egyszerűen adtam magát. Jó, közben egyet cseréltem, annyi történt, hogy én kinyomtatott PDF-ben kezdtem el olvasni, és közben kijött a nyomdából, és akkor gondoltam, inkább a könyvet fejezem be, mint a kinyomtatott oldalakat, és akkor ez volt a kétség közti különbség. És szóval a kérdésed, mintha előre számomra parancs lett volna, szóval teljesült a vágyat. Hát ezt örömmel hallom. Szóval nem az a fontos, hogy így csinált, hanem én nagyon örülök neki, ha ez sikerül így kivitelezni, mert akkor igazából egy kicsit nyert az író. Az olvasó elleni harcban egy kicsit az írónak áll most az ászla. Át is írod a címet, ez nagyon van az, hogy senki, amire vágytál. Szerintem az illeledéleshez megfontoljuk, hogy volt egy kicsit módosítást a következő kiadás erejéig. Hogyha van ilyen olvasó, mert pedig ez egy olvasói stratégia javaslat volt részedről, nyilván ebből egy kicsit az is érződik, nem véletlen volt ez a rengeteg utalásrendszer, amit említettünk, meg részleteztünk, hogy igazából úgy akar működni ez a könyv, mint egy egész estés film. És egy olyan egész estés film, ami tényleg működik, és nem otthon nézed a tévé előtt, és hatszor kimész a konyhába, csak már legyen vége, de még mindig van belőle. Hát vannak jó élményeim nehezen olvasható könyvekről is, meg nehezen átrágható filmekről is, de első könyvnek nem egy ilyet akartam összerakni. Most például valószínűleg kevesen szeretik, rajonganak az anime sorozatokért, ezekért a japán sorozatokért, de egy nagyon jó példa a Netflixen futó Cyberpunk Edge Runners nevű sorozat, ami nagyjából azt úgy dolgozik, ahogy szeretném, hogy az én szövegem dolgozzon. Ahogy így egy kicsit úgy masszatolgatnak az elején, aztán egyszer csak elkezd zakatolni, és a végén pedig, hát ha jól működik az egész, akkor lenyom a víz alá.
És nagyjából a könyv is valami ilyesmi mechanizmussal operál, próbálkozik. Szóval nem lepődnél meg, hogyha érkezne egyszer csak egy kérés, hogy ebből szülessen egy forgatókönyv? Hát, nyitott ajtókat döngetem. Szóval, bocsánat, csak hogy itt sok olyan, nekem a legmeghatározóbb film és egyéb élményeim azok, amik ilyen, hát szóval, hogy így jól működnek, mint kés a vajban, és amit így rágcsálni kell, persze azt elviszem magammal, meg elrágcsálom én évekig is, amit rágcsálni kell, de most egy első szövegnek mindenképpen egy olyat szerettem volna, ami ezt a stratégiát követi. Hát erre kíváncsi vagyok, hogy majd az olvasás élmények után hogy reagál a közönség. Én azt hiszem, hogy nagyjából az időnk végéhez értünk, viszont átadnánk a közönségnek, úgyhogy kérem bátran tegyenek fel kérdéseket, itt már az előbb elhangzott egy, úgyhogy jöjjenek, záporozzanak a kérdések. És amíg gondolkodnak, addig pedig szeretném javasolni, hogy ha ezeket a kérdéseket így a nagy prémium előtt nem vállalnák, akkor majd a dedikálás alkalmával is feltehetik suttogva a szerző fülébe, ugyanis erre is lesz alkalom, itt az íróboltjában megvásárolhatják Aradi Péter első regényét, a Csend, amire vártál, és dedikáltassák, olvassák, ajánlják. És nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést Pion Istvánnak, Aradi Péternek, a szerzőnek, és Rédi Barnabásnak. Én is nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, köszönöm a felolvasást is, és hát a kiadónak a megjelenést, meg nektek, hogy még egyszer, hogy itt voltatok. Ezt nem folytatjuk. Két év múlva ugyanitt. Bocsánat, még egy kilépő kérdésem lehet, hogy nagyon határozottan... hanem hogy ha ennyire határozott elképzelésed volt az elsőről, akkor van-e már elképzelésed a másodikról? Van, amúgy. Januárban szeretném elkezdeni. Azt neki tudja, hogy meddig tart, de ezt hát szeretném azért egy év alatt azt is, ha ez most olyan jól működött, úgyhogy ha az én hátországom, a kedves feleségem és a kisbaba és mindenki úgy, meg a két cica úgy dönt, hogy ez egy működőképes felállás, akkor azért azt is így ledarálnám, mert kellemetlen ember leszek, rettenetesen elviselhetetlen, mert valószínűleg éjszaka fogok fel alá járkálni, de Jézus macska azért nagyon hálás lesz, hogy akkor is topoghat a parkettán is az. Szóval igen, szeretném januárban elkezdeni, és hát egy év alatt megírni. És egy-két szóban talán már lehet róla beszélni is, hogy ez milyen irányba menne? Rettenetesen nyomorúságos lesz. Tehát ez sokkal nyomorúságosabb, mint ez. Ha lehet, akkor még ennél akkor is nyomorúságosabb. A 19. századi Angliában fog játszani. Hát kolera lesz. Covid-dal keverni. Igen, amíg el lehet meggondolkodni ezen a Covid-dolgon, és meglátjuk, hogy mit hoznak a Föld egyes részeiről haza. Hát meglátjuk, de van elképzelésem, van eleje, már közepe, vége, minden első mondat cím is van, legalábbis egy verzió, úgyhogy csak meg kéne írni, basszus. Úgyhogy valahogy megírom. Hát hajrá, köszönjük szépen mindenkinek. Jó dedikáltatást!